És hát akkor nézzük meg az új kazamatát, meg minden, ami van, üdv mindenkinek. Ez persze ki fog menni a VOD csatornára, meg letudom most hamarabb az SF-et, mert Bali jön, meg Bali még majd úgyis baromkodik a dolgaival előtte. Szóval, ja, ennyi. Nézzük meg, meg hasonlók. Remélem látszik minden, hallatszódik minden, megy minden, aztán ennyi. Mondom, az oldalsó sáv ki van véve azért, hogy jobban látható legyen, aztán most egy kicsit így néz ki, mondom, egyszerű alkalom. Másrészt ezt most jelenleg nem tudtam megoldani anélkül, hogy lelőjem a streamet, egybe akartam, de így is le kellett lőnöm a streamet, mert baromkodott. Mindegy, ne menjünk a részletekbe. A lényeg, hogy most megy. Aztán úgyis visszacsatlakoznak az emberek, hogyha akarják, vagy valami ilyesmi. Na jó van, nézzük meg itt az új történéseket, van új kazamatáink. Szárnyas teremtmények várnak, ma közép-európai idő szerint 16 órától megtalálhatóvá válik a sárkány kincs kulcsa, drágakő bánya, fény 210-es szinttől, az árnyék pedig 320-as szinttől, győzle az eddigi legtűzesebb 10 szörnyetegünket, a forró helyzetek garantáltak. Sákesent fidget, nagyon jó. Na nézzük, szedjük ki a dolgokat. Ó, amúgy az lesz a baj, igen, hogy szerintem merülőben van. Merülőben van szerintem a billentyűzet. Másfél év után, ami, vagy két év után, szerintem két és fél év után, szerintem nem is túlzok. Amióta megvan ez a billentyűzet, soha nem kellett benne elemet cserélni. Csak most az a szomorú helyzet, hogy a kontrollerből kell, hogy kivegyem. Mert most jobb ötletet hirtelen erre nem találok. Jaj. Na szóval. Ez a péntek hivatalosan amúgy a technikai malőr napja, én úgy érzem. Nem Xbox controller, a VR-nak a szarjából vettem ki. Abból vettem ki a VR controllerből. Abból voltam kénytelen. Ez fordítva kell? Yes. Na most elvileg működni fog, anélkül, hogy leállna. Nagyon örülnék neki. Ha pedig nem, akkor nem ez volt a hiba, de szerintem, ja, ez volt a probléma, szóval kellett. Te vagy már egy malőr? Hát de bazd meg, érted, mikor lőttem fel a streamet? Egy órája, és most tudtam elkezdeni a streamet rendesen. Tehát ami volt, volt, azt törölhetem is ki a francba. Kaján van? Nem, de rendelek, ha jön Bali. Rendelek, ha jön Bali. Ezt már megbeszéltük. Na, skippeljünk két kulcsot. 69-es a drágakőbányám. XD, kerek szám, meg ilyenek. Na, hon a kulcsom? Ja, tényleg, nem az inventoriban van. Azt a kurva, fényvilág! És akkor melyiket nyitotta ki? De várjál már amúgy, haló! Ja, jó, akartam mondani, hogy ott felette lett volna egy kazamata, de van felette a kazamata. És akkor itt a pokol mellett nyílt ki a másik szárnyba a kazamata. Ez ilyen. Szóval, ja. De megvárom, hogy egyelőre mit kér, mert így most nem akartam helyette semmit. Nem túl fürge sárkány, a fogmosás elhanyagolásának élő emléke. Ez igen, sárkány kincs. Gondolom ez is hasonlóan könnyű kazamata lesz, mint az előző, mert ha nagyon megvan számozva ez a 14-es, ez pedig a 13-as, akkor ennél ezek még gyengébb kazamaták elvileg, mint a másik. Ez majd kiderül, ez is ilyen ingyen XP történés lesz. Viszont a háttér kurvára tetszik. Haló? Hallod? Tökre tetszik a háttér. Mármint a kazamata hát. Mi a szar? Aranysárkány tüzes szemű pillantással? Hát ez a Yu-Gi-Oh-ból van kiszedve, nem? Hát nem véletlenül van ez a sok csillag. Hát ez a Yu-Gi-Oh-ból van kiszedve, nem? Elnézést. Hát ez 1:1. Vagyis majd mit tudom én. Igen, igen, kék szemű hósárkány, azaz. Azaz, én is azt mondom. De a háttér baromi jól megcsinálták egyébként, ez nekem tetszik. Jó, hát ezek is hasonlóan könnyű kazamaták. Úgy néz ki. Hát nem tudom. Most mondanám azt, hogy ilyen szinten nem tudom, hogy van-e szükség mondjuk ezekre a kazamatákra nálam, mert valószínűleg nincsen. Kisebb szinten viszont nem tudom, mennyire álljon meg a helyét. Mert most ha hasonlóan nehéz, vagy hasonló nehézségű, mint a másik, akkor most kaptunk két ugyanolyan nehézségű kazamatát, vagy ez majd a későbbiekben lesz nehezebb.
vagy az álmvilágban nehezebb. Szóval, ja. Mert ez gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az előző, szerintem. Élő volt Saurus maradvány. Ez igen, régészeti csoda. Jó, hát végigpörgetjük, megnézzük, hogy mizó. Nekem ad egyébként 10 akárhány millió XP-t, nekem most sok mindent nem csinál jelenleg. Tehát... ez a kettő legkönnyebb az ötből? Azt hittem, hogy bevágnak egy picit nehezebbet így a... mit tudom én, milyen alkalomra. Hát csak belaggoltunk egy kicsit, mármint a billentyűzet legalábbis. Szóval, ja. Ó, sa! Na jó, folytassuk tovább. Shenlong! Azt a kurva, ez egy kígyó! Ez ilyen Dragon Ball-os kígyó, nem? Valami olyasféle. Vagyis szerintem lehet, hogy pont az. Ha már volt Yu-Gi-Oh-ból referencia, akkor lehet, hogy most megcsinálták a Dragon Ball-ból is a sárkányt. Vagy sárkány, miért kígyót mondtam? Sárkány. Elnéztem, nyugi. Rosszul mondtam. Baby sárkány. Szóval, ja, sárkány volt, bocsi. Nem tudom, miért kígyót mondtam. Hát, egy ütés, körülbelül ennyi. Megnézzük az ellenfeleket. Újévi sárkány! Jó, ez tetszik. De ezeknek is vannak elementális sebzéseik, ugyanúgy, mint az előző Kazamatánál. Ugye azt tudni kell, hogy ezek az elementális sebzés és ellenállások, ezek nem voltak, csak a legutolsó Kazamatáknál szinte. Most ezek szerint az új Kazamatáknál lehet mindegyikben benne lesz. Tehát feltételezem, hogy ha ezekben benne vannak, amik úgymond gyengébbek, akkor lehet, hogy benne lesznek a nehezebb kazamatákba is szerintem. Vagyis gondolom biztos. Most ebben az esetben tökre nem számít. Micsudi kameraállítás? Biza. Cső mindenkinek, sziasztok. Most telefonról nézem a csetet, ha nem bánjátok. Hát végigpörgetjük. Elszabadult kedvenc. Kedvenc adattár 006-os bejegyzés. Ez a kedvenc megolvasztja a viaszt tüzes leheletével, néha leég miatt a ház. Mi az, hogy kedvenc adattár? Ez gondolom valami easter akar lenni, vagy azt mindenképpen fel kellett írni? Öntudatos sárkány. Mohó mérgeti a... mérgez... mi? Méregeti a páncélod drága köveit. Hoppá. Úristen! De nehéz volt. Ja. Elvileg kopog a szeme? Hát most figyelj, most csinálhatom azt, hogy... berendelek egy nagy szart, és azt úgy is megeszi, meg gondolom nem válogatós emberünk. Ja jó, van, akkor ezt elintézem, jó? Ezt elintézem gyorsan. Csak addig nyomjuk a kazamatákat tovább. De telefonozós, esefezős, kanapén ülő streamgeci, hihetetlen. Feldühített anyasárkány. Ez igen. Nem szabadulsz meg tőle, most nagy gond lehet belőle? Na milyen gond? Eszméletlen. 26 millió XP. Megduplázta az elejét. Szenzáció. Szerezzük meg a kövi kulcsot, köszi. Meg hát gondolom letolhatom addig a fogadót is. Most mondjuk igazából nincsenek jó eventek. Az viszont tök jó, hogy egyből bedobja a kazamata kulcsot. Tehát nincs az, hogy mondjuk többször ki kell bányászni. Mert egyébként erre is van lehetőség. Mármint, hogy korábban voltak erre opciók, hogy nem egyből dobott be ilyeneket általában. Jó, hát akkor nyomjuk az álmvilágot. Na jól látom, csak a harcoson fog vele foglalkozni. 19.000 támadással, 181 millió élettel. Na nézzük, mi van. A világ legbasicabb dolgát fogom most amúgy megrendelni. Amik ez számít basicnek? Paradicsomszó, sonka, kukorica, sajt. Ez a legbasicabb, nem? Érted? Jó, hogy nem nehéz. Köszi szépen a szabot! Nyilván nem nehéz. És nem is azt mondom, hogy így szar a kazamata. Csak azon gondolkoztam, hogy ha most van ez a kazamata, meg volt az előző heti, akkor most melyik a nehezebb? Mert körülbelül szerintem szintben is, statban is ugyanazok voltak szerintem. Ne hal, ne gomba! Geci, ne válogasson már! Jó, mondjuk ebben egyik sincsen, szerencséje van. 46 centi az nagy, ugye? Már nem pénisz méretbe kérdezem, bolondok. Na jó van. Nyomjuk tovább. Köszi szépen a szabot! Mi a fene történik, Drálk? Köszönöm a subgiftet Latyinak és Atesznak! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Az tökéletes, persze. Köszönöm szépen, Drálk, a két subgiftet, mehetnek a dobozok! Köszönöm szépen, Drálk. Jó, nyomjuk tovább, nyomjuk! Harcosunk megint, küzd bele!
Pogiz, használjátok az emótákat. Mehetnek a dobozok. Baszok még ide valamit. Ezekkel az emberekkel csak a gond van, nem? Ez szerintem igen. Zero. Takarodj már. Köszi szépen a szabot! Jóisten, mi van még? Sancinak is a subgiftet! Mehetnek a hatalmas dobozpemek, emberek. Nagyon szépen köszönöm. 1810-es az I. Ángyvilágban amúgy szintethez kötött cuccokat kap a segítőd, ahogy látom. Beszarok amúgy. Amúgy ebből a szempontból jó így az igyen kazamata, ha belegondolsz, mert ha van valami itemem, akkor tudom cserélni, mert szinthez van kötve. Teljesen lényegtelen, hogy egyből beütöm lelki fröccsöt. Adj neki egy igazi fröccsöt. Nem úgy. Köszönöm szépen Sancinak is! 134. subgiftet, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Mi a manó? Na nyomjuk. Hát ja. Harcos állja a sarat ugyanúgy. Viszont én már várom azokat a kazamatákat, amik még nekem is nehezek lesznek. Jó, szintlépés! Várj, mennyi XP-t adott? Várja. Ezt nézzük már, hogy mennyi XP-t adott az öreg. Nem tudok így legörgetni, vagy egyesével tudom nyomni a gondokat. Köszi szépen a szabot! Zup! Random subgiftet Leventének! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Zup a subgiftet. Jó Isten! Üdv mindenkinek, sziasztok! Remélem, hogy élveztétek a tegnapi streamet is. 115 millió XP. Azért határozottan többet kapok belőle. Jajajajaj. Ne várjatok. Baszok ide ilyet is. Figyelj, ez túl jó content lesz ahhoz, hogy... fine. Zsír, csak ne töröld, légy szíves, köszönöm. Köszönöm. Nagyon jó. Ez így jó. Szerintem, ja. Jó van, el van intézve. Már csak kéne egy mikrofon, meg állva kéne lenned, és shake some fidget live show. Én beadok ilyet, hogyha applya is ad hozzá cuccokat, tehát én nem fogok úgy egy ilyen streamet letolni, hogy nem tudok nektek adni valamit közbe. Tehát nekem mindig ugyanaz a koncept, vagy a konteum ebbe, hogy szerintem oké, hogy van ez a külföldi SF stream meg minden, de amikor ott van zombi, azt mondjuk így magyarul is beszélnek, így beleszólnak egymás mondandójába, és magyarul megszólal, németül megszólal, és az egyik nem érti a másikat, a másik nem érti az egyiket. Hogy szerintem lenne igény arra is, hogy többnyelvű csatorna például, vagy ha mondjuk nem valakinek a fiókján, jelen esetben az enyémre, akkor mondjuk lehetne nyelvekre is kiosztani. Ugyanúgy van rengeteg magyar játékos, aki igényt tartana erre, ugyanúgy lenne rengeteg lengyel játékos, aki tartana igényt erre, vagy cseh, vagy német, kik még a nagy nemzetek az SF-be. Menjen a vonat! Hát itt valami vonatot akartok művelni, vagy én nem tudom. Ez igaz. Azt a mocskos. Köszönöm szépen, Zsaki! 10. hónapodat! Nagyon szépen köszönöm. Mehetnek a fegyverek. Na, toljuk tovább. Még ennek a baki ellenére is egyébként, ami mai nap történt. Bocsi, ennyit kellett vele baromkodni. Legközelebb most már tanulok ebből. Ja, nem tudom, mi történt a chiptethető sem, ez működött az én gépemnél a héten, működött a hétvégén a másik gépen. Ez Balinak a vonatja. Igen, ez Balinak a vonatja egyébként, igen. Köszönöm szépen, srácok. Nem tudom, mennyire hallatszulnak vissza az alertek, de nagyon szépen köszönöm. Na jó van. 126. Nagyon jó. Mehet tovább a baby sárk, én már 335-ös. Lehet, hogy még a 10. szintet lehet nem is fogja a harcos túl. Nem, jó, faszkodok, hülyeség. Hát 21.000 támadása van Csórinak a harcosnak, meg 90.000. De ezzel nincs is baj, mert legalább aktuális itemeket kapok. Meg az egy teljes ellenállóság 25 volt, ha jól láttam. Igen, az egy teljes ellenállóság 25 volt. Ezt még lehet, hogy fel is tudom valamire használni akár. De szépek a gazamata képek amúgy, mert mondom, nekem a háttér tetszik a legjobban. Kísértetésen hasonlít a kalendárnak a hátteréhez. De ezt mindjárt megmutatom amúgy, mert le lehet onnan szedni a kalendár képét. Tehát, ha megnézed a kalendárt, ugye rákattintasz erre a kristályra, akkor ugye itt eltűnik. Tehát, hogy valamennyire amúgy hasonlít a dolog. Random logó, lány, hát érted, kell az is.
Ez olyan, mint hogy rohadt sok volt a csöcsös karakter régen a játékban. És nem tudom, hogy ezeket cenzúrázták, vagy csak én nem veszem észre már őket, de tök sok volt a csöcsös lény. Vagy például a WC-be volt, hogy a izé. Volt ott egy poszter, amit leszettek. Mert hogy szexista vagy mi a... Köszi szépen a szabot! Nem értem a logikát. Drálk, köszi a subgiftet Gezilnek! Köszönöm szépen a 135. subgiftet a csatornán. Ha nem nyomtok dobozokat, akkor... Igen. Sok volt a csöcsös lény. Igen. Sex. Nem kell itt... Meg izé, volt a tilos fejenálva húgyozni, vagy izé... Matrica? Az is jó volt. De hát ezek már sajnos nincsenek benne. Pedig szerintem amúgy tök jók voltak. Na nyomjuk. Szexes volt a kép? Jaj, hogy szexes volt a kép? Hát szívesen léptél be a budiba amúgy bedobni az itemedet, vagy bármit. Vagy követ, vagy ilyeneket. De amúgy igen. Abolond kitér. Na. Az a baj, ezek minden tulajdonságos fegyverek, tehát sok mindenre nem tudom használni. Max betöröm a kovácsnál. Kurva nagy kínai mesecsöcsök, hát. Hát amúgy. Na, legalább itt bedobta egyből az achievementet. Mert ugye amikor beütöttem az elsőt, akkor bedobta a másik kazamatának, még amit múlt héten vertünk le az achievementjét. Ami amúgy jó, mert így legalább egy picivel több a statom. Tehát így most mindenhez hozzáad 460-at. Ugye 5-öt adott hozzá, most 20-at adott minden tulajdonságomhoz. Így az elmúlt két hétben. Köszi Levi a biteket! Ugye az achievementeket amúgy így haladunk vele. Egyből hozzá is adta egy ott a klotyós, meg ott van a sárkányos a túloldalt. Na mindegy, remélem, hogy innentől kezdve amúgy nehezebb kazamaták lesznek amúgy. Most nem tudom, hogy ott felettem. Tehát ugye ez a kettő volt, ez volt a múlt heti, ez meg a mostani. Ugye van ez, ami... Hát a faszom se tudja, hogy most ezt hogy akarják. Vagy most mi a terv. Imádom, szeretem a cickókat. Na jó, srácok, ne heteróskodjatok, légy szíves. Ne heteróskodjatok, légy szí. Hát hogyha az 14... Tehát, várjál. De olyan hülyé van az egész amúgy, vagy nem? Nem, hogy van benne logika, mert ugye innen jön a cirkusz, innen jön a kincs, ugye ott mögötte van egy út, ugye ott a 14-es, ide belépve a 15-ös, itt lesz a 16-os, és akkor ez a 17-es, át a 18-as, a Hemoridor, ott az Esteros a 19, de az, hogy annak mi az útja onnan, az már egy kurva jó kérdés. Tehát melyik a 20-adik? Melyik a 20-adik? Hát nem sokáig láttam ebbe logikát. Tehát valamiért a 20-as szám az kimaradt. Vagy nem, ott a 20-as, hülyát felette van a 20-as, de hülye vagyok, bazd meg, felette van, bocsi. Igen, a 20, nem. Nem, az lesz a 20-adik. Az lesz a 20-adik fent. Van egy út, amit tudsz követni a legejtől a legvégig, és úgy jól vannak a számozások? Na. Amúgy lehetne az, hogyha hype train van, akkor elindul a Damien Feri bácsitól a Szerelem vonat című örökzöld. Jön meg péntek fiús nap, szóval az megint jön, bali mehet is a Camster stream. Hogy milyen stream? Elnézést. Amúgy lehet, hogy megcsinálták rendesen az útvonalat. Picit bonyolultan, de megcsinálták. Van benne valami. Na mindegy, de arra a felsőre kurva kíváncsi leszek. Ányvilágban leginkább egyébként. Arra tök kíváncsi leszek. Na jó, hátradőlök, mert ez így kényelmetlen. Tök kényelmesen tudok itt törökülésbe esefezni. Hát mekkora? Innentől minden nap így fogok esefet tolni. Hát mi jó? Mehet a kerékpörgetés, köszi. Ja, sokkal gizdább. Hogy tetszett a sárkányos kazé? Amúgy az a baj, nem tudok különbséget felfedezni az előző és a mostani új kazamata között. Tehát már így nehézségi szintbe. És nem azért, mert egyből levertem, hanem az, hogy melyik volt a nehezebb kazamata a kettő közül.
Jó, most nyilván visszanézném a vodot, akkor lehet, hogy mondjuk nehezebb volt az előző, mint a mostani, hogy nagyon be van számozva, de ez valamilyen pokol nehézségű ez a dolog itt. Ami nem nehezebb, mint a 13. kazamata. Tehát, hogyha ha sorrendbe akarjuk nézni, mert már pedig én csak sorrendbe tudom nézni, akkor gyengébb volt a mostani, mint a rémségek háza. Ami szerintem amúgy logikus, mert ilyen sárkányos a pokol után, aztán ilyen rémség geci, szóval amúgy lehet, hogy ez most így gyengébb volt. Szia Drálk, köszönöm szépen, köszi, hogy itt voltál. Itt mindenki ilyen kondis ember egyébként. Rendes kezdek megijedni, vágod? Rendes kezdek megijedni. Pedig aztán tegnap én is voltam. Azt kell, hogy mondjam. Nem volt valami atombrutál, de futottam 2 kilométert! Emberek! Felmentünk padra 2 kilométerezni. Szeretem a futópadot. Nézzétek el. Nem tudom. Jó cucc. Tehát, hogy nem az, hogy fun, de kell. Kell azért. Nekem legalábbis. Hú, ezd! Kussolj! Na mindegy, mentünk egy 2-t. Aztán, ja. Meg majdnem szétrepett a mellkasom. Kardió a gyengéknek van? Nem, a kardió azoknak van, aki szeretne egy picit itt a hasától egy kicsit megszüntetni, vagy egy kicsit elvenni belőle. Mi az, hogy gyengéknek van? Ez egy fasság. Most azt mondod, hogy ha én padozok, akkor picsázok, mint egy nő, vagy mi van? Nehogy azt hidd. Mi a fasz? Rendes sértésnek veszem. Ez minden tulajdonságos? Mehet is. Remélem Bali mesél majd. Biztos, hogy fog mesélni szerintem. Nem. Az lesz, hogy végig kusba itt ül mellettem. Ezt fogom neki mondani. Nincs más lehetősége. Szóval, ja. Láttam a teremben tiédnél jobb segget? Na, az lehetetlen. Én voltam ott amúgy, csak nem ismertetek fel. Az ott én voltam, srácok. 10 millió, what the fuck. Amúgy sima izé, küld is item is adhatna 10 milláért, mert az én 2-5 ér, meg 5 millákért adom el ezeket a szarokat. Fegyverfejlesztésbe tartom, aha. Hát figyelj, mennyi kell bele? 151 ezer, most van 124. Mert ugye úgy van, hogy elkezdtem itemeket fejleszteni 14-esre, aztán rájöttem, hogy a fegyverem nincs meg 14-es, szóval megvárom. Aha, arra gyűjtöm. Kérdezték múltkor, hogy miért? Nem tudom. Szerintem felfejlesztem egy 900-ra, ami amúgy tök jó lenne. Popsi edzés? Lépcsőzgettem, meg ilyenek. Igen, ment a popsizás. Hát akkor kurva jó nő vagy? Jó, de az nem számít, ha nő, bazd meg. Meg nem azt mondom, hogy a nő nem számít, hanem most az én seg felmérésemben, ha nőnek nagyobb a segge, az nem releváns. Olyat mondjál, akinek nagyobb a segge férfi létére. Köszönöm. Na, én olyat kérek. Azért biztos, hogy egy jó pár nőnek, a nők felének bazd egy nagyobb segge van, mint nekem. Gondolom én. Hát most ez benne van a pakliba, nem? A tiéd? Ja, ott méretbeli különbségek vannak. Igen. Ott vannak enyhe méretbeli különbségek. Nagyon fasza. Statolhatunk is amúgy mindjárt. Azt nem tudom, hogy elfogadtam a küldit a háború, vagy a... Szerintem amúgy nem. Kurva sok olyan van, amikor elfelejtek egyébként CH-es csatára jelentkezni. Remélem nem basznak meg miatta. Hogy ezek valami fix kazama... Síí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 
Ó, bazd meg. Úgy nem kapom a fenyítést. A kurva eget. Az most az én hibám volt, bazd meg. Egy teljesen egyszerű célbe, bazd meg, basztam belépni. Oh shit. Hát ezt nem akartam őszintén. Nem ez volt a terv.
Norbi féle popsi edzés. Dehogy lesz. Ez nálam nem válik be. Tehát... Ha női streamer csinál ilyen jóga popsi edzést, azt nézni fogják, mert nőiség! Enyémet mikor fogják szerinted? Soha. Az a baj, baszki, hogy soha. Vagy nem, mintha akarnék ilyet csinálni egyébként. Na, szilánkokat gyűjtsük össze. Vagy olyan bazd, mintha laptopról játszanék amúgy. Elfejtetted, hogy újraindítod? Pedig újraindítottam a streamet. Egy 5 perc alatt vissza is ültem. Lehet mondjuk az volt 10. De ettől függetlenül visszakapcsoltam a streamet, csak az a baj, hogy... Hát ja... A szervergép előtt van a másik gépem, ugye a főgépem, és le kellett raknom a földre, és ez mindent kihúzni a sima gépből, de hát, ja... Áldozatokat kell hozni. Edzenem kéne balival is? Hát az vennie kell teremjegyet. Meg Zoli barátommal szoktam, azt mondom, hogy megyünk holnap. De hát ja... Nem tudom, mit szokott Bali csinálni. Meg vagyok a magam környezetében. Te is vettél? Amúgy, ahova én járok, az még amúgy teljesen korrekt. Mert hogy két részre van bontva, gondolom, mint mindegyik, faszons tudom, nem jártam még ilyenekre. Két részre van bontva, ugye van egy basic hely, mondjuk azt, hogy basic, ott vannak a padok, bicók, ilyen pár gép, meg a faszom tudja. A gyúrós állatok pedig a túloldalt vannak, az mit tudom én, másfélszer nagyobb hely, mint a másik. De amúgy, ja, tök jó. Nem megyek a hardcore helyre. Azt mondtuk Zolival majd, hogyha mi is szurizzuk magunkat, akkor majd megyünk oda. Amikor majd nem kapunk levegőt és feszengünk, majd megyünk át oda. Addig fölösleges. Ja. Mi nem kérdeztük meg, hogy ki a falu bikája, de már látjuk, hogy kicsoda. Tehát... Igen, így időközönként. Miből áll? Szekondin kívül, mint egy gyúró patkány lennék egyébként. Nem, így csak az utóbbi egy hónapban kezdtem el járni, mert... Hát ja, azért jó lenne egy pici rendszer belevinni a mindennapjaimba. Amúgy nem áll valami sok mindenből egy napom, tehát itt abszolút nem vagyok egy érdekes ember. Tehát én nem mondanám magam egy érdekes embernek. Amúgy teljesen random, mert... mit tudom én, utóbbi időben mikből állnak a napjaim. Mit tudom én, átlagosan. Felkelek jó későn, tehát a későn alatt érz az, hogy 10 és dél között. Szeretnék korábban is, de hát igen, nem nagyon jön össze. De nem kifogásolok semmit, hát ez van. Mit tudom én, felkelek, csinálom a dolgaimat, mert mindig van valami. Ugye streamelek, ugye ha videót vágok, akkor azzal foglalkozok, ha shortot csinálok, azzal foglalkozok, ha vodot kell feltölteni, azzal foglalkozok, ha szerkeszteni kell valamit, azzal foglalkozok, tehát hogy nyilván ilyen sessionbe belefér bármi, stream előtt persze, ha mondjuk shortokat kell kirakni, akkor megcsinálom, vagy ha már előzetesen megcsináltam, akkor éppen nem kell azzal foglalkozni, mit tudom én, pankával beszélek, játszunk valamit, de ez nem mindig van így. Utána fellövöm a streamet, végzek a streammel. Ha éppen megyek mozogni, akkor stream után megyek mozogni. Jövök haza egy este 10-re körülbelül. Utána vagy készülök a másnapra, ugye előtte kajálok valamit. Körülbelül ennyi, amúgy gyorsan eltelik a nap. Nem telne el gyorsabban, korábban felkelnék. Pakolászok egyet. Mondjuk mostanában csak pakolásznom kell, mert rend az van a lakásban. Most úgy tűnik, mintha nem lenne, de egyébként van rend kivételesen. Mit tudom, mai napom se áll, többből felkeltem, vettünk egy Valorantot, utána kajáltam, csináltam shortokat, foglalkoztam szarokkal, intézkedtem, mert hogy azt is kell, ha mondjuk ilyen szponzin belüli e-mail átnézés. Tehát nem valami bonyolult, nem valami fontos, csak csinálom, amit kell igazából. Aztán vagy kell valami pluszt, vagy kevésbé. Aztán fennmaradok egy ilyen hajnali 2-ig, általában azt felkelek ilyen 10 és dél között. Szóval az, hogy sokat alszom. Ja. Ennyi egy napom. Tehát ennyi egy napom. Nyilván ez tök változó amúgy, tehát teljesen változó. Van amikor tartalmasabb, de ha nagyon átlagban le kell szűkíteni, akkor ennyi mindent csinálok. Játszani nagyon nem szoktam mostanában. De ugye? Büdös munkakerülő vagyok? Hát nem mondanám annak, mert ti pénzeltek.
Vagyis ez nem feltétlen igaz, de értitek a lényeget. Hát most, hogy a faszomon mondjam, ennyi. Most nyilván így jött az, így alakult az életem, teszek érte, amennyire tudok. Aztán ennyi, ameddig nem unjátok meg az arcomat, addig én vagyok, meg csinálom a kötelezőket, amit kell, próbálom picit feldobni a tartalmakat, meg nagyon az a nagyalni, hogy csak akkor streameljek, amikor tudom, hogy olyan kontentet csinálok, amit mindenképpen akarok. Most nagyon ezen agyalok, hogy valahogy így legyen majd a későbbiekben. Aztán amikor még nem streamelek, akkor mindenképpen videókkal foglalkozom. De például héten kurva jó volt, hardcore-oztunk az elején, ment a Cooking Simulator szerdán, tegnap ment ugye a Euro Truck Simulator, azt szerintem tök jó volt, ma megy ez az ivászat, holnap Sponzi, utána megvan a hét technikailag. Ennyi a terv igazából, semmi extra. Utána, ja, tehát így pont azt akarom, hogy mindig amikor valamit csinálok, akkor azt tudom, hogy fix contentnek jó lesz, tehát valahova fel tudjam használni. Most a hardcore-on agyalok a legtöbbet, hogy azzal mi legyen. Hát a VOD csatornára én feltartom szívesen, csak hogy a fő csatornával mi legyen vele. Lenne egyáltalán igény rá, nem, kevésbé lenne rá igény, vagy igazából nem tudom. Tök tudja őszintén. De kiraktam Insta Story-ba is, ja. Kiraktam izére, YouTube Shorts-ra. Kiraktam TikTokra is, azt tudom hányan nézték meg. Nem tudom, ezeket az ilyen algoritmusokban én nem vagyok jártas. Feltöltöm, amikor jól esik. Feltöltöm, amikor jól esik igazából, aztán alakul, ahogy alakul. Most nem tudom, hogy hogy van ez így. Most például nem dobta be a For You-ba. Tehát most abszolút nem dobta be a For You-ba a videót. Meg korábban, valószínűleg korábban töltöttem fel, pedig amúgy kurva jó volt. Szóval az is lehet egyébként, hogy újra töltöm. Vagy a faszom se tudja. Lehet, hogy mindjárt megcsinálom. Szóval, ja. Milyen szponzi? MSI és Nvidia. Holnapi nap. Na azt majd holnap, vagy most feltöltöm majd mindjárt. Hangüzit megmutatom el? Persze. Várjál. Csak közben elindítunk egy küldit, hogy addig ne csinálják fölöslegesen dolgokat. Jaj. Na várjál. Én nem haragszom. Nem haragszom, Norbi, de egy bali kurvára éjfélre fogod érni. Hát mondjuk, hogyha ezen a segbe kurt mocskos, rohadt kommunista szar faszopó városon múlik, akkor... Várjál, jelezném, 4,2 km 10 percnek ír, és 10 perce ülünk a dugóba. Tehát ja, Szeged előre megy, nem hátra. És most zöld van, és még éppen átmentünk, de már váltott volna sárgába. Na látod? Gyors. Gyors a dolog. Te miről beszél Zozedó? Bolond vagy? Vagy én nem ér. Ez most irónia amúgy, vagy nem irónia? Most rossz vagyok, vagy micsoda? Én nem tudom. Hogy bírod a billentyűzet hangját? Mi? Mi az, hogy hogy bírom? Mi az, hogy bírom? Ennek nincs is hangja. Te vagy az irónia! Bazdmeg, na pont a legjobb ember írta. Nincs is hangja a billentyűzetnek. Laza 8 órás stream, dehogy is. Telefonon? Ja, engem nem zavar, ha nem lagolna a Messenger, elküldeni az üzenetet, nem crashel neki a Messenger, mondjuk így meg tudnám nyitni a hangüzeneteket néha, meg ilyenek. Tehát, hogy például ezek. iPhone jó, hogy szar? Ó, úristen! Hallod, melyik Xiaomi-t használod? Melyik Xiaomi-t? A T50 75P 325 Lite-ot? Vagy mi a faszomat? Azt a kurva. Mindegyik kínai, bazd meg, csak máshogy lopják a pénzt. Teljesen mindegy. Ja, Istenem. Samsung? Meg healthy szól, mint az X-faktorba? Vagy mi van? Na mindegy. Várjál, 863, ez 430. 430-ra vihetjük le. Most úgy csinálom, hogy a fele goldot elstatolom az értelemre, a felét a kitartásra. Az a nagyon nagy terv. Ha nem állna meg a statolás, köszi. Aha, oké. Nem iszok ilyeneket?
Helyes. Amúgy kurvára mindegy, nem tudom, nekem a Messenger szarakodik igazából, azt ennyi. Akát is a Samsung szponzorálja, aztán iPhone-t használ? Hát jó van az. Látod. Ez olyan, hogy engem is szponzorozik az SF, és nem csak ezzel az egy játékkal játszok egész életembe, érted? Jó, most mondjuk az már más kérdés, hogy mondjuk mit tudom én, ha ennek a játéknak lenne konkurenciája, akkor nem játszanék a konkurens játékkal. Vagy mondjuk mi lenne ennek a játéknak a konkurenciája? A Gladiátus? Tehát, hogy ki a faszom játszik Gladiátuszt? Mikor volt már az? Amúgy kurvára mindegy. Mindenkinek a maga megítélése, hogy mit használ. Érted? Mondjuk én baromira szerettem a Huawei-emet, amikor még volt. Mert most is megvan, csak már nem használom. Szerettem, mert hasonlított a kezelőfelülete az almáéhoz, tehát a Huawei az valahogy kísértetésen hasonlóan akarja megcsinálni a készülékeit, amit amúgy nem is értek. Rátváltottam bazd meg almára, és 5 perc alatt tudtam, hogy mindent hogy kell, pedig előtte életemben nem használtam iPhone-t. P20 Lite on volt, P20 Lite. Na mindegy. Gyenge aksi! Úristen, ezt tudod meddig volt igaz? A 6-os szériáig, mi a faszom? Azt a kurva eget. Egyébként az a baj, hogy de ez csak személyes vélemény, mindenki olyan telefont használ, amit akar. De az érvek, hogy, hogy melyik telefon miért szar, bárki valamilyen érvet felsorol valamelyik ellen, annyira szar véleményt mondanak az emberek, hogy bazeg elkap a szégyenérzet. De tényleg. Tehát mindenki, aki mondjuk ilyen rosszat akar adni a másiknak, úgymond a konkurensi zének, hallod, borzasztó érveket adtok. Kurva szart. Nagyon rosszat. De mindenkit úgy vissza lehet bekelni egy ellenérvel egyébként, hogy teljesen irreleváns amúgy. Tehát például így, hogy én is almát használok, az egyetlen egy olyan dolog, amivel kurvára nem értek egyet mondjuk az Apple-lel, az aksi kivétele volt, környezetvédelmi szempontból. Na ez volt a legnagyobb hülyeség, amit valaha csinálhattak. Pontosan azért, mert nincsen 100%-os tulajdoni jogod a saját iPhone-od felett. Egyre egyszerű. Pontosan azért, hogy új készüléket kelljen vásárolnod. És ezt nem én mondom, hanem Jerry Rig Everything, ami szerintem egy hiteles forrás. Eléggé. Vagy töltő, nem aksi, töltő. Lehet aksit mondtam, de töltőt. Tehát, hogy amióta a töltő nincsen, meg a töltő, hát a töltőkábel van, csak a töltőfej nincs. Ugye környezetvédelmi szempontból. Amit átvett a többi márka, de ugyanúgy fasság egyébként. De aztán kíváncsi ezek, hogy hogy fogják USB-C-vel megcsinálni az európai szabályozás miatt. Arra rohadt kíváncsi leszek. Mert az még lehet, hogy rohadt hasznos lesz neki. Miért lenne 100%-osan a tiéd? Na, erre csak azt a példát tudom mondani, hogy azért nem 100%-os tulajdoni részed van a saját iPhone-od felett, ugyanis minden egyes alkatrész, ami a te telefonodban van, az nem az adott szériához van gyártva, hanem a te telefonodhoz. Tehát értsd azt, hogy két különböző akkumulátor, ami ugyanahoz a szériához van, az a két akkumulátor nem teljesen ugyanaz. Azért, hogy a telefon rendszere és a telefon maga, mint az eszköz, felismerje az akkumulátorodat. Kvázi, hogyha kiveszed az aksit, vagy a szerelő kiveszi az akkumulátort és visszateszi a helyére, akkor a telefon kijelzi, hogy haló, valami történt, és ezáltal ugye picit lejjebb blokkoljuk a dolgokat, mint nem jelzi ki az aksi százalékot, stb. Pedig nem cserélted ki az aksit, csak kivetted az akkumulátort és visszatetted a helyére. Ami azért bullshit, és ez nyilván annak köszönhető, hogy nem engedi, hogy te ugye javítsd, upgrade-eld, vagy megszereld a telefont. Mert hogyha bármilyet csinálsz, akkor ugye vannak korlátozások emellett. Ami azért vicces. Pont azért, hogy ne azért, hogy meg tud javítani a készüléket, hanem inkább újat tudjál vásárolni. De mondom, ez nem az én forrásom, ezt én is néztem. És itt még nem is arról beszélünk, hogy akkumulátort kicserélnek, hanem csak kiveszik az aksit, és visszateszik a helyére. Tehát minden egyes alkatrész az a te telefonodhoz. Ha mondjuk, mit tudom, van egy széria szám a telefonodhoz, az ahhoz a széria számú te telefonodhoz van kötve. És nem az adott telefonszériához. Lásd mondjuk iPhone 13. Érted?
De mondom, a Jerry Rig Everythingnek vannak erről videói, vagy miközben iPhone-okat boncol, azt hiszem, erről szokott dumálni, ami amúgy érdekes. Szóval azért mondom, hogy ez a környezetvédelmi dolga az Apple-nek, ez szerintem egy hülyeség. De hát aztán ki tudja, nem véletlenül kurva sikeres a cég, valamit jól csinálnak, nem véletlenül használják tök sokan. Én például a biztonsága miatt szeretem egyébként. Én a biztonsági szempontból szeretem, bár már a mai napi technológiai világban biztonságról beszélni amúgy egy hülyeség ilyen szempontból, de hát ja, kinek mi a biztonság igazából? Minden természetbarát? Hát mi is természetbarátok vagyunk, nem? Van füled? Van? Ott a fülem. Mondjuk ezt csapkodhatom, semmit nem csinál, nem is érzem. Így áparaszt. Tehenek vagyunk? Bazznak, lennék akkora, mint egy tehén. Tele izommal, meg ilyenek. Na, dobjunk be budiba valamit. Mondjuk nem itt kéne. Várjál. Azt majd a háborúnál megnézzük. Arénát ezt nyomhatunk közben. Mert kell az XP. Hát jöjjön. Ha nem is sok, de valamennyi jól jön. Nem akkor vagy környezettudatos, ha évente adsz ki új telefont, hanem ha egyre többi, hanem ha egyet több évre tervezel, hogy ne kelljen évente cserélni. Jó, igen, de ez üzletpolitika. Tehát például nem minden Apple szériát gyártanak évente, lásd mondjuk a, mit tudom én, az AirPods-ok, azt hiszem két évente, ami ugyanúgy nem jó, de érted. De egyébként ezzel semmi probléma nem lenne alapesetben, vagyis értsd a lényeget, hogy nem azzal van a baj ebben az esetben, hogy évente gyártanak ilyet, hanem hogy valaki tényleg megveszi évente. De ez is az ő személyes döntése, érted, mint fogyasztói társadalom. Azt vesz meg, amit akar évente, érted? Ha ő naponta akarja cserélni a készülékét, akkor naponta cseréli a készülékeit. Azt onnantól kezdve, ha ő kibassza a kukába a teljesen zsírúj telefonját, akkor kibassza a kukába a teljesen zsírúj telefonját. Csak ez egy ilyen rendszer, amit gondolnak az emberek, hogy ezt muszáj csinálni. Érted? Muszáj cserélni, muszáj váltani. Én is tökre cserélnék mondjuk új telefon, de így belegondolva így nem akarok. Tökre szeretnék, de mégsem. Pedig aztán két naponta gondolkodok ezen. Vágod? Pont izé, a mai nap néztem meg, kurvára tanuljatok abból a videóból, az Esmongoldnak néztem meg a Miért élek egyszerű életet videóját. Hát a fasziról tudni kell, hogy amúgy egy másfél millát kiszed amúgy dollárba havonta a streamelésből, szponzoroknak köszönhetően, streamelésből, YouTube-ból, stb. De olyan egyszerű puritán életet él a faszibazd meg, hogy nemrég töltötte fel a 2 dolláros steak videóját, amiben elmagyarázza azt, hogy ő minden egyes kibaszott nap szétnyomott krumplit eszik, amit a mikróba melegít meg, és 2 dolláros steaket eszik, és ő ezzel így jól van, nem beteg, és ezt teszi szinte egész nap, meg jár a Wendy's-be kajálni, pedig a faszi milliómos, de nem költ semmire. És így elmesélte, hogy mégis hogy vált számára értéktelenné az, hogy drága dolga van az embernek. Mert azért, mert drága dolga van valakinek, az nem azt jelenti, hogy egyszer megveszed, és onnantól kezdve van egy drága dolgod, hanem azt fenn kell tartani, foglalkozni kell vele, meg ami a legfontosabb, hogy minél drágább dolgaid vannak, annál nagyobb lesz a stresszfaktorod körülötte. Érted? Most itt ő mondta, hogy egy lerúgott 2001-es, mit tudom én, Mustanggal járkál, de ahelyett, hogy mondjuk vett volna egy 200 000-es Lambót, minden nap azon idegeskedne, hogy most mondjuk mi a fasz van a kocsival, van-e valami baja, faszom tudja, de idegeskedik az ember. És mondta, hogy persze nyilván idegeskedik amiatt is, ha mondjuk a Mustangjával történik valami, de kevésbé foglalkozik vele, mint hogyha egy sokkal drágább autóval járkálna. És most értsd a különbséget, lehet, hogy egy 2001-es Mustang is drága, de most egy olyan emberről beszélünk, aki dollármilliómos a faszi. Mert milliókat szed össze a streamelésből, és egyébként igénytelennek igénytelen a faszi, de full egyszerű életet él. Aztán én meghallgattam a videót, amúgy érdekes. Érdekes, mert mit látsz mostanában, érted, az interneten, hogyha valakinek van pénze, akkor egyből elbassza, egyből izé, egyből vagizik vele, flexel vele, stb. De nem mindenki csinálja ezt. Szóval, ja. Na mindegy, ez egy érdekes videó. Nem azt mondom, hogy feltétlen minden szemszögből igaza lesz, mert nem. Csak úgy egy érdekes, még tök kíváncsi voltam. Az Esmongold, az pont egy olyan személy, aki így
tényleg bazeg elmegy egy gyors kajádába, ha nem mondjuk drive-ba veszi meg, hanem elmegy személyesen oda kajálni, akkor úgy viselkedik, mintha életében először lenne gyors kajádába, és tényleg a... Egy idegen rán is azt mondja, hogy szegény hajléktalan, pedig kurvára nem. Videót mikor csináljuk? Hát ez egy utólag összevágott történés lesz. Nekem az a tervem, hogy holnap megcsinálom a streamet, ami egy egyszerű gameplayból fog állni, mert hát mi a szart tudok belőle csinálni. Mellette lesz TikTokra valami, ami ugyanúgy meg fog történni. Utána pedig már következő héten szerintem el lehet kezdeni. Az már nem annyira úgymond fontos, mert ugye azt egy plusz mellékletként csináljuk. De az a terve, hogy a kötelezőt megcsináljuk, szerintem most jött meg a kaja szerintem, hogy a kötelezőt megcsináljuk a TikTokkal és a Twitch-sel, a YouTube pedig meg majd külön content materiál lesz. Persze pont ez, hogy ha bármi történik, akkor ott van a pénz, érted? Nagyon sok mindent nem tudsz vele megvásárolni. Mondjuk az egészséget akár, ha gyógyszerről beszélünk, vagy akármire. Tehát abban az esetben fontos. Vagy mondjuk kórházban, vagy államiba akarsz, mondjuk magánba. Mondjuk Amerikában más a helyzet, mert kurva sokat hagysz ott a kórházak miatt. Tehát az egy teljesen másik helyzet. De hogy igen. Most érted, én is úgy vagyok vele, hogy havi szinten mindig rinyálok, hogy valamit meg akarok venni magamnak, és oda jutunk a végén, hogy nem veszem meg. Aztán ja. Most nem azt mondom, hogy ez a legjobb szituáció, de ha mindenképpen el akarnám verni, akkor mindenképpen elverném, mert hát érted, akkor úgy vagyok vele, hogy ki az, aki megállít engem ebbe, érted, azt akkor van valami elvezeti értékem, amit nem élvezek sokáig. Ja, hogy ez már WC-s item. Ó, sűs! Ő nem bali szerintem. Várjál. Halló? Jutom? Net bali. Nem bali. Fél pillanat. Na, Bali nem fog éhen halni, úgy érzem. Jaj. Na, let's go. Nód Bali. Kajesz. Nem fog éhen halni a csóró, úgy érzem. Na, jó van. Pincéből jött a hang? Nem. A pincebeli embereket kajáltatjuk meg mi. Jó kedvenceket még támadjuk, mert az kelleni fog. Éhes lettél? Én annyira nem vagyok kajás, mert sok mindent nem ettem ma. Mikor ér oda Bali? A faszom se tudja. Majd kiderül. Megkérdezte a címen, mondtam neki, hogy Király utca 3, azt jött. Ennyi. Vagyis elvileg úton van, aztán tudja a fasz. Lehet lerobbant, mint ő tolja a vonatot. Lehet, hogy mondjuk ez az after edzése jelenleg. Igazából. Hát akkor... Ez egy jel. Nem nyitom. Végén gyorsabban. Lerohadt a lába, mi?
PlayStation. Ja, mondom ebbe a pillanatba. Na megjött. Por. Ja, lehetett hallani, mondtam, hogy lépjél gyorsabban? Na, szopás van, nagyon. Na zsír. Mondom, két perc jött a kaja. Helyes. Azt csinálod, amit beszéltünk? Nekem teljesen mindegy. Nagyon büdös vagyok, akkor jó? Nem érzem. Akkor jó. Még meg covidos vagy. Mi? Mi? Miért lennék covidos? Mit tudom én? Ha nem akarsz egy hétig munkába menni, elintéztem, hogy covidos legyek. Mi covidos vagy? Nem. Mi nem? Na ez az. Én sem értem. Talán valahol egy szabad ilyen adaptered. Azzal akarod tölteni a telód? Most viccelsz. Mutasd kérlek. Ez GBL-es. Ez USB-C? Az. Adok neked USB-C GBL. Kábel. Szarokrács. Ez negyed annyira rövid, mint egy normális kábel. Azt, de fölraktad oda azért, hogy hívják ott. Na, beköszönök már amúgy, szevasztok faszok. Úristen, use code Bali, itt a kábel. Use code Bali, there is no code for Bali. But thank you so much. És akkor itt bele tudom dugni az évbe? Bedugom neked. Lassan 60%-os kedvezmény a rossz lányokon? Tesó, az amennyit én használom, szerintem 75 lassan. De hát az már részletkérdés. Tessék. Még nem ér el sokáig, de... Az nem baj. De a lényeg, hogy megy. Fú, ha tudnád, mennyit szenvedtem ezzel a rohadt setup-pal egyébként. Hát láttam, hallottam a hírét. Norbert mellett nem is vagy törpe? Ugye? Azonban egy magasak vagyunk. Majdnem. Na, viszont balitus. Balitus? Balitus, mert... Na akkor mégis? Balitus, mert érzi, hogy büdös, nézzétek a seggem addig. Csapjál már rá, geci. Nem. Mondjuk mondom, nem szoktam heteróskodni streambe, de... De most muszáj, mert nézd az asszony. Most na de majd össze. Este? Na, geci! Beszartál volna meg. Az majd nem tudom, pár óra múlva mi fog történni, attól de félek. Nem, semmi olyasmi. Azt a kurva. Már technikailag Isten igazából most így... Hülyet a levetkőztél előttem? Na jó van. Meg vagyunk az SF-fel emberek. Mondjuk csak a mágusom, mert nem tudom, hogy a faszomba fogom a háborút megcsinálni. De miért? Mennyi ideje nyomod? Mit tudom én? Ja. Szétszenvedtem magam jelenleg a dolgokkal. Hát, én pizsama nadrágban leszek, geci. Hát legyél. Legyél, bazd meg. Sorsoljam a T.O.-t? Hallod? Izére mehet a T.O. Sorsolom fejben mondjuk Itzgerire. Ha ti benne vagytok. Na, mindjárt jövök. Most nem tudok olyan gyorsan mozogni, mint a simán gépbe ülve. Hát, Bali, nem tudom, ez személyes volt? Mi? Ez személyes volt? Nem, akkor azt mondtam volna egy epikus zöld álma, de Isten igazából... mit mondani? Török között? Azt adok tudom. Már is. Közben lezárom az SF-et, kösz mindenkinek, hogy csak az SF miatt volt itt. Hát ez csodálatos SF content volt, szóval mai napra. Szóval mindenki most volt csak itt. Ennyire jött, hogy SF-et nézzen. Az igen. Amúgy nem az SF-et, nem az SF miatt vannak itt, azt elhiheted. De Bali, ez full szolati most. Jó, ez mindjárt kibeszéled, mindjárt intézem. Kösz mindenkinek, csak az SF miatt volt itt. Át is váltunk most már a Just Chattingre, és folytatjuk a dolgokat. Az egy konyhatörlő. Geci. Mindjárt, várjál már fél... De várjál már fél percet! Bazd meg, na. Szóval, kösz mindenkinek, lezárom harmadjára, köszönöm. Ezt akkor átváltunk Just Chattingre. Holnap lesz ugyanúgy SF stream. Azt hiszem, ha pedig nem, akkor bepótoljuk. Köszi.